Az MSZP képviselői csoportjának vezérszónak a harangozó Tamás képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim, drága Simicskó képviselőtársam. Olyan szépen mondtam, hogy esküszöm, ha nem olvastam volna ezt a törvényt, én lehet, hogy rá buzdítottam volna a képviselőtársaimat itt az egész ellenzéki oldalon, hogy szavazzuk már meg, mert ennél szebb és jobb valószínűleg még sosem értem a Magyar Honvédséget, de... És akkor itt térjünk rá a törvényjavaslatot, illetve előtte még egy gondolat. Az is nagyon szép volt a három hivatásról, amit mondott, csak tudja, 11. éve kormányoznak, képviselő úr. 11. éve. Kérdezem már meg a pedagógusokat, hogy mit szólnak, mondjuk Kövér László 90-es években nyakába akasztott képéről, hogy az ország, ahol a rendőr többet keres, mint a pedagógus, az nem demokrácia, vagy van nagyon hasonló, nem tudom, képre, ami bejárja a fél világot. Úgy tudja, hogy az ember szándékairól, terveiről könnyű beszélni, de még egyszer hangsúlyozom, 11 éve kétharmados többséggel ülnek ebbe a parlamentbe, és kormányozzák ezt az országot, és 10 000 milliárdokat költenek el évente mindenféle dologra, például a pedagógusok fizetésemelésére biztos nem. És ami a honvédeket illeti, először is miniszter úr átugrotta azt a részt, nem véletlenül, mert maga a javaslat tekintetében annyi nem tűnik fontosnak, hogy a hadipari fejlesztések cégek tekintetében ugye felügyeleti jogkör visszakerült bizonyos esetekben a Honvédelmi Minisztériumhoz, mert ez egy nagyon kellemetlen téma, amit szerintem őszintén felül kéne vizsgálni önöknek is. Tehát én szerintem az nem normális, hogy a hadipari cégek és a beszerzésekkel foglalkozó cégek is kikerültek a Magyar Honvédség felügyeletéből, és egy teljesen civil, azt hiszem, hogy az ITM alá, felügyelete alá kerültek. Palkovics miniszter úr, mint látjuk már, mindenhez is kétszer ért. Tehát én már szerintem nincs olyan része a magyar kormányzásnak, ami valamilyen módon kisgömbőcként az elmúlt években nem kebelezte be az a minisztérium, illetve nem mondok igazat, mert van a kormányzás másik fele, amit meg a Pintérféle belügyminisztériumnál van, már vízitől az egészségügyig lassan minden. Nyilvánvalóan azt is mutatja, hogy körülbelül a kormányzati struktúra hogyan működik, de először első állítás a miniszter úr, ha már hozzányúltak ehhez a részhez, és itt hatósági jogkörök kerülnek vissza a HM-hez, valószínűleg az élet hozta ezt így, hogy rájöttek, hogy azért mindent nem adhatnak ki a kezükből. Én szerintem kijárhatná a saját tárcájának, hogy ezeknek a cégeknek a felügyelete kerüljön vissza a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alá. Másik állításom, és tényleg innentől kezdve nagyon rövid leszek, hogy van egy csomó, vagy legalábbis néhány jó dolog ebben a javaslatban, amit tényleg akár az ember meg is szavazna az állomány tekintetében is, de az, hogy például a tisztjelölteknél a 10 éves röghözkötést bevezeti. Miért nem 20? Miért nem 30? Miért nem 50, miniszter úr? Hát ma, a mai világban egy tisztjelöltnek azt mondani, hogy 10 évig itt leszel, különben elveszítesz mindent, az szerintem nem feltétlenül versenyképes, és semmiképpen nem pótolja egy valódi életpályát. Tehát erőszakkal erre a hivatásra nem lehet embereket hozni. És felveti annak a veszélyét is, hogy olyannyira lesz kontraproduktív, hogy a tiszt jelölt képzésé egyáltalán vállalók számát fogja még radikálisabban lecsökkenteni, az pedig kifejezetten tisztességtelen szerintem, hogy a végzős évfolyamon kívül a már egyébként beiratkozottak tekintetében is előírják a törvény erejénél fogva. Tehát olyan embereknek, akik nem ezzel a feltétellel kezdték el a tiszthelyettes képzést, azoknak is előírja majd ez a törvény kész, eszed, nem eszed, ez van. Ha jól értem a törvény szövegét, csak a most végzős évfolyamot nem fogja ez érinteni. Úgyhogy hosszú beszélgetés tárgya lehetne az, amit minden egyes alkalommal tudja, miniszter úr, minden bizottsági ülésen, mindig elmondok én is, hogy számtalan olyan eszköz van, amivel az állományt meg lehet tartani. Nyilván az egyik része ez az illetményrendszer és az illetmények emelése, és az szerintem jövő évben nem nagy vigasz az állománynak, hogy az idei 10%-os emelést nem veszik el tőlük jövőre, mert ön az éves meghallgatásán ezt egy nagy innovációnak nevezte. Javaslatot tettünk rá, hogy ha már csináltak egy életpályarendszert, akkor annak az alapját tessék legalább az inflációval, de inkább a fölött
megemelni, és akkor tisztességesen emelkednek a fizetések és a bérek a honvédségnél is. És nem fogom kiadni, mert mélyen hiszek benne, beszélve az érintettekkel, ismerve nagyon sok érintettet, hogy a hivatásos szolgálati nyugdíj visszavezetése valamilyen szinten, ha nem is úgy, ahogy volt, azt megértjük, hogy nem, az az életpálya nélkülözhetetlen része, és ha azt szeretnék, hogy fiatalok ezt a hivatást életpálya szerűen életük kezdetétől, vagy hát felnőtt életük kezdetétől életük végéig válasszák, akkor annak kéne látniuk a végét is. És miniszter úr, hiába mondja meg el ismét a válaszába, hogy milyen szipi-szupi, ami most van a szolgálati nyugdíjrendszer helyett, nem az. Tessék megérteni, nem engem kell meggyőznie. A katonák sem gondolják úgy, hogy ez rendben van, és nyilvánvalóan nincsen rendben, és nyilvánvalóan nem véletlenül hozta meg a kormány annak idején azt a döntést, amit meghozott, és nem hajlandó felülírni. Hogy ez a miniszterelnök úr személyes, hát nem is aberrációja, de ellenérzése ezzel a szférával kapcsolatban, vagy mi az oka annak, hogy sem a rendőröknek, sem a honvédeknek, még egyszer mondom, a világon egyedülálló országként nem hajlandóak egy tisztes szolgálati nyugdíjt visszavezetni, ezt én nem tudom, de hogy se normális belügyminiszter, se normális honvédelmi miniszter ennek nem örülhet, abban én biztos vagyok, és arra próbálnám önt kapacitálni, hogy ezen a területen is próbálja meg meggyőzni a miniszterelnökét, hogy változtasson, mert a magyar katonáknak és az ő hivatásuknak ezt tenne a legjobbat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak a törvényjavaslatot, ilyen formában nem tudjuk elfogadni.